Nagy Melani neve az évelején lett országosan ismert, nem vágyta a reflektorfényt, de már így alakult, úgy döntött, nemes célokra, például a cigányság elfogadásának elősegítésére használja a figyelmet. Ma a többi között a cigánylányok lányok karrierépítésére fogunk beszélgetni. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Leventek klubja. Azonnal kezdünk rád, az egyik kertekklubos műsor beszélgetése alapján figyeltem föl, illetve hát arra pontosan, hogy te mivel is foglalkoztál korábban, ugye teljesen más téma kapcsán beszélgettél a, a, műsorban, és ott derült ki rólad, hogy neked elég komoly szakmai múltad van, tehát hogy te ugye a Nemzetbiztonsági Egyetemre jártál, Nemzetvédelmi Egyetemre jártál, a hatudományi karra, és valójában te nukleáris fegyverkezés szakirányban végeztél, Én ugye? Nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként. Aha, igen. Ez már nekem most egy lilaköd, és pontosan mit is jelentett, de ez engem nagyon meglepett, mert hogy, mert, hogy, mert én ezt nem tudtam egyrészt rólad, másrészt az, hogy, 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 hogy segíts PC-ben cigány, vagy romát mondunk PC-ben. Amit szeretnél. Tényleg? Ez szabadon választható? Én a mi beszélgetésünkben igen, én nem az a típusú cigány lány vagyok, vagy cigány ember vagyok, aki erre fölkapja a fejét. Aha. De ugye a cigány Ami egyébként? kényelmes, én azt gondolom, hogy én nem szeretem, hogyha egy beszélgetésben ez, ez kellemetlenséget Aha. okoz. Akkor nem feszengek, mondok, ah, mondok, mondok ne cigánylány. Jó. Szóval, hogy a, hogy a, a cigánylányok tanulmányai és az, hogy a cigány... cigány fe, Inkább azt a lányok, mert a fiúkat még talán talán tudok mondani, aki aki még politikában is elhelyezkedett, meg hasonló területeken. De cigányokat nem is nagyon látok komoly munkákat végezni, vagy ilyen komolyabb hangulatú munkákat végezni, tehát még fesz feszengek ebben a kérdéskörben. Jó, oké. Oké, lassú, hogy Hogy igen, csak nem akarok senkit sem megsérteni ezekkel a szavakkal. Nem nem, megsérteni egyébként. Engem meglep, hogy azt mondod, hogy több férfit ismersz. Én so sokkal szinte több Tényleg? Kizárólag nők. Nem, na, ez, ez nem hangzik jól kizárólag, de sokkal több roma cigány nőt ismerek. Üm, úgymond érted. Nem, Egyébként nem szeretjük, nem tudom, hogy beszélhetek-e a többiek nevében, de nem szeretjük ezt az értelmiségi jelzőt. Tényleg? Igen. Tehát, hogy, hogy mitől lesz valaki értelmiségi. Nagyoban. Hát ugye a, a nagy egy... A nagy, nagy, nagy átlag vélemény szerint, ugye a tanulmányi miatt, de hogy Így van, de tehát, hogy szerint a ez az sokkal, Szerintünk ez sokkal komplexebb és összetettebb, tehát mi nem attól érezzük magunkat értelmiségi roma nőknek, vagy férfiaknak, mert elvégeztünk egy egyetemet, vagy egy főiskolát, vagy van egy akármilyen diplománk, szerintem legalábbis én, et, tehát ez, ez, egy olyan jelző, ami engem nem is tudom zavarba hoz. De valami neked fontos volt a diplomága tanulás? Mindenképpen, egyértelműen ennek, ennek mély gyökere van. Én, én mindig tudtam, hogy nekem ez az utam, nekem ezt kell csinálnom már, mint azt, hogy, hogy tanulni ettől leszek, több ebből tudom magam jobban kifejezni, ettől lehetek önazonosabb. De családilag visszamenőleg egyébként voltak egyetemet végző családtagok? Vagy te vagy az első? Ha kezdhettem onnan a történetet, mert ez, ez hozzá, hozzá tartozik ahhoz, hogy ma ki, tehát hogy az, hogy a szüleim honnan indultak, az nagyban meghatároz engem ma. Egyébként a, az anyukámnak van egy a legkisebb testvére, ő, ő, már, ő már egyetemet végzett. A pázmányon jogászként végzett nekem ő. Ő volt gyerekként, és ma is az egyik példaképem, akinnak itt mi éjszakákat láttam át. Hosszú éjszakákon át tanult, készült, harcolt, küzdött azért, hogy, hogy el tudja végezni az egyetemet. Úgyhogy ha, ha, nem bánod, akkor onnan kezdeném a történetet, az én történetemet, hogy egy olátszigány családba születtem, egy vidéki olátszigány családba, Békés Csabán születtem, anyukám és apukám is. Hát nem mondom, hogy... Ö, 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 szeg, tehát, hogy nem mély szegénységben, de egy, egy nagyon egyszerű, egyszerű családban születtem. Anyukám még öten vannak lányok, testvérek, édesapám még pedig uh, nyolcan, uh -huh. hét fiú és egy lány. És uh, korán elváltak a szüleim, egy éves korom óta egyedül nevel az anyukám. De hogy miért érdekes anyukámnak a története, és miért vagyok ilyen rendkívül büszke anyukámra és a családjára, a, az én nagymamám az öt lányt egyedül nevelte fel, mert a, a nagypapám harminc, Két évesen szívinfarktusban Fartusban meghalt. Úgyhogy a nagymamám egy nagyon erős, talán az egyik legerősebb nő, akit ismerek. Három műszakban, tisztességben nevelte, nagyon egyszerű körülmények között ezeket a lányokat. Vályokház, a klasszikus történet. Vályokház, lyukastető, nincscipő, kutról hordják a vizet. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon tényleg egyszerű körülmények között nőttek föl, és én azért vagyok többek közt nagyon büszke a családomra és magamra, mert ezek a lányok megteremtették nekem azt a lehetőséget, hogy elmondhatom magamról, hogy nekem már természetes volt az, hogy én egyetemre fogok járni, azt el fogom végezni, hogy bejártam a nagyvilágot, és azt gondolom, hogy egy egészséges, önazonos magyar cigánylányt neveltek belőlem. De ez elvárás is volt egyébként tőlük, vagy ez a te saját elvárásod volt magaddal szemben? Ezt valahogy nagyon csodálatosan csinálta az anyukám, és bízom benne, hogy én is hasonlóképpen fogom tudni nevelni a gyermekeimet és ezt a világszemléletet továbbadni nekik, hogy egész egyszerűen természetes volt. Tehát, hogy valahogy volt is nyomás, de belülről éreztem a késztetést, hogy, hogy ezt nekem végig kell csinálnom. Olyan fura ez a, ez a... Ez a hat tudományi kar, meg a, meg a, a Nemzetvédelmi Egyetem eh, elég macsoid vonal. Miért pont ez érdekelt téged? Mert egy ilyen nagyon nőc is lány vagy. Eh, ne, nem pont ezt nézné ki az ember nyilvánvalóan, hogyha, hogyha, hogyha rád néz, hogy akkor ilyen nagyon macsoid vonalra mész. Miért ez? Ennek ö, van egy vicces kis történetem, még a gyerekkoromból, hogy egyébként egy, egy elég művész lélek kislány voltam mindig, aki színi tanodába járt, nagyon szeretett zongorázni, énekelni, táncolni, és akkor én emlékszem, hogy ilyen 8-9 évesen mondtam az anyukámnak, hogy ha én egyszer felnövök, akkor színésznő és énekesnő leszek, és akkor rám nézett az anyukám, hogy drágám, bármi, tudod, hogy anya mindenbe támogat, jaj, csak az Istenre kérlek, az ne legyél. És akkor én mondtam, hogy jó, oké, okay. Akkor nem leszek. És abban az időben mentek ezek a kémkölykök sorozat, vagy nem is tudom nagyon szeretem, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor kém leszek. Ha nem lehetek érdek, akkor kém leszek, mert hogy milyen jó nekik, hogy mindent csinálhatnak. Amire csak vágynak utat, tehát nem tudom, valahogy gyereknek ez egy ilyen nagyon érdekes világ volt. Na és akkor anyukám jól meglepődött, amikor 18-19 évesen beiratkoztam a Nemzetvédelmi Egyetemre. Mondta, hogy ugye nem gondoltad komolyan, de, amit mondtál, Egy kicsit mondtam. komolyan gondoltam. De elég komolyan gondoltam. Na de aztán nyilván az egyetemen egyébként volt titkos szolgálatok, óránk és sok ilyen irányú tantárgyunk is volt de ez csak a vicc része volt, tehát nem innen, nem innen adódott az, hogy ide jelentkeztem, hanem én egy ortodox iskolában jártam, egyébként katolikus keresztény. elég szép kombó ez Igen. így. Igen. <laughs> ez, ezért a döntésért is nagyon hálás leszek az anyukámnak, mert egy olyan életszemléletet tanultam ott, valami olyan különleges világnak lehettem a részese, aminek azt gondolom, hogy, hogy nagyon kevesen mondhatják el ezt magukról. Én minden nap túrát tanultam, imádkoztam, zsinagógába jártam, és mindezt úgy, hogy sosem kérdőjeleztem meg saját magam, hogy ki vagyok én hogy én most akkor egy cigánylány vagyok, vagy zsidó lány vagyok, vagy most mi van, vagy jelent az bármit is, hogy milyen nyelven imádkozok a jó Istenhez? És nem. Tehát ha valamit megtanultam, akkor az az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nyelven fordulunk az Istenhez, az a lényeg, hogy fordulunk. Adott volt az, hogy ugye ott megtanultam héberől és angolul, úgyhogy elég hamar kiderült, hogy jó nyelvérzéken van. Illetve hát akarva akaratlanul is ugye Izraelről és a történetéről azért elég sokat tanultunk. Úgyhogy innen jött szerintem nekem ez a, ez a külpolitika iránti érdeklődésem, azt, hogy most akkor mi is mozgatja a nagy nagyhatalmakat, mi van a háttérben, Egyébként mindig, mindig, a, a real, tehát, tehát, a real mindig nagyon messze álltak tőlem, mindig a humán tantárgyak voltak azok, amik közelebb álltak hozzám, úgyhogy a történelem, az irodalom kötötte le. Úgyhogy egész egyszerűen valahogy így, így a gimnázium végére megfogalmazódott bennem azt, hogy a diplomácia engem érdekel. És egyébként én ezt egy különleges dolognak tartom, mert a mai fiataloknál, sőt az én akkori évfolyamtársaim közül is azt, azt vettem észre, hogy nagyon kevesen tudják megfogalmazni azt. És egyébként az a normális, hogy egy tizenéves ember miért tudná azt magáról, hogy mi az, amit élete végéig szeretne csinálni. Én azonban valahogy ezt így, így tudtam és éreztem. És akkor felütöttem az interneten, hogy milyen egyetemeken lehet ezzel itthon foglalkozni. Akkor indult a Nemzetvédelmi Egyetemen először ez a szak, és akkor azt gondoltam, hogy a, a diplomáciának a a katonasság része az egy nagyon különleges aspektusa, úgyhogy mondtam, hogy hát ez egy nagyon hozzám való történet, úgyhogy valahogy úgy minden alakult a és adta A és a diplomácia összefonódása hozzád való történet? Igen, <laughs> De. Igen én, én ehhez egész egyszerűen valahogy vonzódtam. De hogy a, a, mik a, béketeremtés részéhez vonzottál inkább? Nyilván, vagy? nyilván inkább, tehát hogy, 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 azt, mint, mint egy szakértő, hogyan látja az, az összefüggéseket. Tehát akkor, akkor, te valójában a had had, had felé orientálottál ha jól értem, tehát hogy nem mondjuk nagyjövet akartál lenni egy városban, vagy, Miért vagy valahol? Ne? Miért valahol. Miért nem? én mindig azt tanultam, és azt hozom magammal otthonról, hogy bármit elérhetsz az életben. Ez tényleg csak rajta nem, nem ilyen, nem ilyen ö, nagy célként jelöltem meg, hanem hogy téged mi érdekelt ebben az egészben valójában? Ez az út folyamán fogalmazódott meg bennem. Például amikor kikerültem Brüsszelbe gyakornokként, akkor azt éreztem valahogy, hogy hú, jó helyen vagyok. Tehát, hogy itt olyan jó a ritmusa az egésznek, lehet beszélni nyíltan, mindegy, hogy milyen származású, vagy honnan jöttél, jó dolgok, tehát a, a civil mozgalmak jól tudják érvényesíteni. Tehát ugye az egész úgy tetszett, és akkor egyébként megfogalmazódott bennem, hogy akár miért ne lehetnék egyszer én is európai parlamenti képviselő, hát. és mondjuk forgathatnék vissza esetleg a közösségembe, vagy a hazám hazámnak, profi, tehát miért ne profitálhatna esetleg a tudásomból, a személyiségemből, esetleg a saját hazám is. De ezt elvetetted, vagy pedig ez még opció lett a jövőre nézve? Miért ne? Most jelenleg az életemnek egy olyan szakaszát élem, amikor nagyon sok mindent helyre kell tennem magam körül. Azt, hogy a karrierem milyen irányt fog venni, azt most már anyaként, nagyban befolyásolják a, a, a gyermekeim, meg nyilván azt, hogy milyen korú gyermekeim vannak. Úgyhogy szerintem az biztos, hogy sok minden tartogat még a jövő számomra. Nagyon és... fiatal is vagy még konkrétan? Igen. Tehát hogy tényleg bármi lehet? Igen, nem, nem zárkozom el jelenleg semmitől. Egyelőre próbálok időt adni magamnak, saját magamnak, hogy leülepedjenek bennem a történések, hogy megfogalmazódjon bennem azt, hogy, hogy most már anyaként mi a, font, mi a, legfontosabb nekem, mert nyilván tíz évvel ezelőtt más, más terveket szöveget, tehát más terveket szöveget az ember 20 évesen és 30 évesen két gyerekes anyaként. Úgyhogy, de, de semmi elől nem zárkózom el, azt gondolom, hogy nagyon jó kvalitásokkal rendelkezem, egészséges vagyok, hálás vagyok a jó Istennek, tényleg Mindenért, mindenért, ami van és amit kapok. Nagyon sok lehetőséged volt a, az egyetemi évek alatt. Uh, ugye mondtad a brüsszeli uh, gyakornokságot, és uh, ha jól tudom, akkor uh, lett volna amerikai lehetőséged is, Washingtonban. Igen, de tehát, hogy ezek, uh, ezeknek nem tulajdonítok. Azért mondjuk el, hogy az Obama kampányban <laughs> tudtál volna dolgozni, azért ez, ez elég. Amkor a elég, jelentőséget egy... nem. Hát dehogy ez nagyon nagy dolog a <laughs> yeah. Igen? igen neki csiny le, ez egy nagyon nagy dolog azért egy, egy amerikai elnök kampányában részt venni bármilyen szinten, az egy olyan, olyan képzettséget ad, vagy egy olyan felkészültséget ad, amit aztán tudsz használni az életed folyamán bárhol, bármilyen téren. Volt lehetőségem egyébként a fő tanácsadójával itthon konzultálni, tanulni tőle. Tehát eleve, mondjuk én, én ezeket a találkozásokat elraktároztam magamban, és, és minden információt, minden tanítást igyekszek a javamra fordítani. Egyébként valóban nagy megtiszteltetés, egy, tehát egy felkérés, vagy egy lehetőség, amit kap az ember. De én azt gondolom, hogy mindennek megvan az oka, értje hogy akkor miért nem, most miért vagyok itt. Úgyhogy nem, nem szoktam ezeket különösen magyarázni magamnak, hogy mi lett volna, ha így kellett volna, úgy kellett volna csinálnom. Egész egyszerűen most itt vagyok, itt tart az életem, és akkor ezek, ebből, épp, ebből kell építkezni. Nem is a mi lett volna, ha rész érdekel engem igazándiból. Ugye ott az történt, hogy te az abban a kampány helyett a családot választottad. Igen. Ugye akkor ismerkedtél meg a, a, a gyerekeim apjával. Gyereked apjával. Szerinted, hogyha te nem cigánylányként olyan neveltetésben részesülsz, hogy a család mindenek előtt való, akkor is ezt választottad volna, ezt az utat választottad volna? -e? semmi köze a kettőnek egymáshoz. Bár nyilván adott, adott volt az életemben, tehát egész egyszerűen adott volt valóban az a gondolkodás mód, amit mond azt, hogy, hogy, a cigány lányként a, 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 család a... mit jelent. Meg a, meg a lemondások, amit ugye legalábbis én azt tapasztalom, hogy a cigánylányoknak elsődleges a család, és minden mást a család alá kell rendelnie. Itt arra, arra akarok rávilágítani, hogy én a, a gyerekeim apjával való kapcsolatom előtt úgy éltem az életem, hogy a karrier a legfontosabb. Tehát én a hagyományok szerint egy nem jó cigánylány <tos> <tos> voltam. Ha élhetek hát, ezzel a kifejezéssel, mert én azt mondtam, hogy én, Ön megvalósítok, éljen a feminizmus, csak előre majd én megváltom a világot, ezt soha senkiért nem adom fel. Aztán mégis csak úgy hozta az élet, hogy jött egy pont, amikor elgondolkoztam azon, hogy, hogy lehet -e a kettőt jól csinálni, és hogy fontosabb be a, a, a család, mint azt, hogy én akkor ott valósítsam meg önmagam. És egyébként nem bánom egyetlen egy percét sem a, a, a döntéseimnek, mert valóban azt gondolom most már így sok év távlatából, hogy, hogy az, az élet igazi értelmét tényleg a család és a, a gyerekek adják. Nekem egy ez elképzelhetetlen, mert hogy nem a család alapítása, hanem az, hogy a hogy az ember ennyire alárendelje a családnak a, a, a karrierjét és a, és a lehetőségeit. Nagyon szép, hogy ezt te meg Megtette. Én sem így gondoltam, hogy, hogy ez lesz a a az egésznek, ahol most tartunk. Na de hát ilyen az élet, tehát vannak váratlan fordulatok, nem irányíthatsz te mindent, és azt gondolom, hogy bár sokszor igazságtalan az élet, a jóisten előbb-utóbb mindent helyre tesz. És, mint látod, itt ülök, és arról beszélgettünk, hogy még előttem az élet, miért ne folytathatnám ott, ahol abba hagytam. Nyilván másként állok a dolgokhoz, mondom, két gyerekes anyaként, de hát olyan sok minden tartogat még az élet. Azt mondtad, hogy tradíció kerülő voltál valójában, sőt, tradícióval szembe menő voltál. A családod ez mit szólt a, a az anyukát például, hogy, hogy telj teljesen más utat választanál magadnak, mint általában a, a, a közösségedben a nők? Inkább az apukám az, aki hagyományőrző, az anyukám az már sokkal inkább egy 21. századi nőhöz. Ez a hagyományőrzés az olyan szintű hagyományőrzés, hogy például a nők nem ülhetnek le a férfiakhoz egy asztalhoz. Én nem tudom, lenni. miért ragadja ki minden. Tehát a többségi társadalom ezt nagyon szereti kiragadni, hogy ki és hogy ül le ahhoz az asztalhoz. E, Mostanában sokat hallom ezt. Igen, mert ez, mert ez a modern világban tulajdonképpen maga lázó. Értem. Én nem igazán találkozom egyébként ezzel, hogy ki és hogyan ül le egy asztalhoz. Nyilván a neveltetésünkből adódóan, vagy az, amit látunk nekünk, ez, ezt nem úgy éljük meg, hogy na most a... egyébként, tehát otthon egy, egy, egy családi eseményen nyilván nem az van, hogy akkor most leülnek a férfiak. De számomra egyébként ezek a dolgok aztán még inkább bebizonyosodtak, hogy egyébként a zsidó kultúrában is hasonlóan élik az emberek az életüket. Úgyhogy, úgyhogy én innen is, onnan is azt láttam egyébként, hogy, hogy, tehát, hogy vannak kultúrák, ahol ez teljesen rendben van és normális. Úgyhogy én ezt nem, nem, nem éltem meg soha rosszul, bár azért el kell mondanom, hogy, hogy a apukám részéről, a családtól azért mindig megkaptam, hogy na, ez egy pesti lány. ez már nem olyan, mint, amilyen, mint amilyenek az itthoni lányaink, mert ugye nadrágban járok, mert hogy mondjuk én nem tudom, rövidre vágatom a hajam, tehát, ez hogy rövidnek ő... Igen, <laughs> ez már én nekem már rövid hajam van. <laughs> <laughs> Ráadásul be is van festve, tehát hogy, de ez nyilván inkább lánykoromra vonatkozott. Tehát az ember, amikor már, már családanya, akkor azért már nem érik ő, ilyen megjegyzések. Inkább fiatal lányként mondták azt, hogy na, egyedül utazik a világban, fegyverekről tanul, na hát Istenem, mi van ezzel a lányjal? Apukámat úgy hívják otthon, hogy Toncsi, Toncsi a te meg mi van? Miért kell neki tankokról, meg repülőkről tanulni, meg lövészetre járni, meg mit tudom én, és akkor apukám nem tudom, hogy mondtam, hogy ugye apukám most nem szégyenkezel miattam. Nem, egyébként nem szégyenkezik. Az apukám nagyon büszke rám, úgy, csak ugyan, mint az anyukám is. Anyukám az, az, hagyott engem mindig kibontakozni, és úgy nevelt, hogy, hogy legyél egy világlátott, önálló nő. Megtehetem a szót, ami szerintem az egész ö, helyzetre vonatkozik, hogy egész helyzete jól használt, ez a szolgalelkűség, amit szerintem sokan nehezen tolerálnak, akik nem a, nem a cigány közösségből származnak, vagy még nem a csidó közösségből, ahogy mondtad. Tényleg ez a szolgalelkűség talán a legjobb szó erre. Igen. Bár be kell vallanom, szerintem ezt a szót még sosem használtam. Soha nem használtam. Nem használtam. <laughs> Ugye most te egy, egy cigány rádiónál dolgozol, ez a Rádiódik, Dik Rádió, nem tudom, van, mi, igen, milyen. milyen a műsor egy női műsor. Ti ott mit képviseltek egyébként? Milyen, milyen, milyen női attitűdöt képviseltek a, a cigánsággal szemben? Na hát itt most ellent mondok saját magamnak, ahogy kezdődött a műsor, az interjú veled, hogy ahogy nem szeretjük az értelmiségi jelzőt. Na de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy a, a vezetőség úgy kategorizálja azt hiszem a, a, a női idősávunkat, hogy a, a roma értelmiségi nők. És mondom. Nem szeretjük a jelzőt, de hát mégiscsak így e, igyekeznek talán minket e, bemutatni. Szeretnénk, e, hadd mondjam el egyébként, hogy a, a, a Minzari Szandi az én műsorvezető társam, és egyébként ebben a, a, a nősában sok más e, értelmiségi cigánynő is dolgozik és vezet műsort, akire szintén nagyon büszke, büszke vagyok, hogy ilyen kollég kollégináim vannak. De a Szandi egy nagyon különleges helyet foglal el a szívemben, és nagyon büszke vagyok rá, nem csak az eredményeire, amiket elért, hanem mint nő, mint ember, mint cigánylány. Szerintem egy nagyon példaértékű, nő, és akár ő is ülhetne itt a, ebben a székben, és beszélhetne arról, hogy mi az, ami ellen mi, mi küzdünk, vagy ami, amiért tenni szeretnénk, az az, hogy ezek a stereotíp képek a roma kultúráról, a, a, cigányokról, hogy, hogy egész egyszerűen csak, csak ezt, ezt, ezt jó értelemben mondom, hogy zenélni, énekelni és táncolni tudnak, ennél sokkal színesebbek vagyunk, cigánylányok, cigány férfiak, rengeteg, jogász, ügyész, orvos, kutató, nemzetközi kapcsolatok szakértője. <laughs> és még sorolhatnám, hogy, hogy hányan vagyunk és mi mindent csinálunk a hétköznapokban, csak nem feltétlenül találkozni velünk. Úgyhogy, úgyhogy a mi műsorunk is ezen dolgozik, és ezzel foglalkozunk, hogy olyan a roma és nem roma embereket mutassunk be, sztereotípiákat romboljunk, és, és megmutassuk, hogy, hogy, hogy a, a, roma nemzetiségi rádióban is tudnak roma és nem roma nők beszélni a, a világot érintő kérdésekről. Szerintem miért látatlanok a, a képzett roma nők? vagy hogy miért kevésbé láthatóak. Legalábbis én, tehát hogy te mesélted, hogy van rokonod, aki például ö, idegsebészként ö, ö, dolgozik? Nem idegsebészként, nem idegsebészként dolgozik. dolgozik. És egyébként az előző gondolatom nem fejeztem be, hogy a Sandy egyébként az Oxfordon és a Cambridge-en végzett. Tehát azt gondolom, ja, és itthon felsorolni nem tudnám, tehát az összes egyetemen valamilyen szakot elvégzett többek közt kapcsolatok szakértője is egyben, vala, valam hanyadik diplomája. Öm, tehát, hogy az önmagában egy Oxfordi Egyetemet elvégezni azt gondolom, hogy nagyon különleges, de de nem, hogy teljesítmény egy teljesítmény össze... is ráadásul, tehát nem csak egy különleges hanem teljesítmény is, mert az elég kemény. Igen, és hogy hány nyelven beszél mellette, franciául, angolul, és hogy milyen szakmai múltja van, le a kalappal egyébként, tehát azt mondom, hogy a, és akkor itt van az unoka aki a Szenent Rose Egyetemen végzett. Egyébként, tehát nem tudom, hogy ezt el kell mondani, ahol például Diana hercegnőnek a gyerekei is, és végeztek, és beírta magát minden idők legjobb tanulói közé. Egyébként ott voltam a diplomaosztóján, és sírtam, zokogtam a büszkeségtől. Én újjongtam a leghangosabban, szerintem. Végtelenül büszke vagyok rá egyébként a business managementet tanult, de ott olyan a tanrendszer, hogy nagyon sok minden mást is kipróbálhatsz, vagy egészen eltérő tanulmányokat is, mint a fő profilod, és akkor ő, ő tanult, nem is tudom, két-három évig neuroscience szakon, ahol például mindig mesélte, hogy na ma például egy egér agyából műtöttem ki egy daganatot. Na, nem gratulálok, de nem tudom melyikünk a furcsább, hogy én, aki nem tudom, fegyverek működését tanulja, meg tankok, meg repülők szerkezetét, vagy te, aki egy egér agyából műt ki daganatot. Na, szép kis család, gratulálok. A különlegességekkel neked ugye van egy kislány, egy kisfiad. Igen. A kislány 5 éves, hogyha jól tudom. Igen, igen, most lett február. Őt mennyire fogod a tradíciókra nevelni például, hogy mennyire fogod neki mutatni azt a világot, vagy inkább fogod arra, arra bíztatni, hogy, hogy egy teljesen más, egy teljesen modern életet éljen? Én azt gondolom, hogy nagyon jól fogom ötvözni a kettőt. Legalábbis megpróbálom nagyon jól ötvözni a kettőt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, a gyökereinket ismerje. Szóval én, én, én fogom őt haza küldeni, és viszem is mindig magammal, és egyébként például én, nekem nagyon fontos a, a, a civil munka és a, a, a társadalmi tevékenység, úgyhogy mi gyakran veszük ki a részünket adományozásokból, és, és igyekszünk ott segíteni, ahol tudunk, és ilyenkor például viszem őt is magammal, a picit még, még, nem, ő nyilván nem nagyon érti ezt az egészet, de, de Melanit már, már viszem az ilyen alkalmakra magammal. Nagyon fontos nekem a, a, az érzékenyítés, azt, hogy, hogy szociálisan olyan érzékeny embereket neveljek a gyerekeimből, akik aztán, aztán kellőképpen fognak hozzáállni az ilyen történetekhez. Úgyhogy ez hozza magával szerintem azt, hogy, hogy egy, próbálom őt is ugyanabban a szellemiségben nevelni, ahogy az anyukám nevelt engem is, hogy attól, mert ismerem a hagyományaimat és a gyökereimet, attól még lehettek modern 21. századi nő, nem zárja ki a kettő egymást. Mit gondolsz a, a roma fiataloknak, mivel lehetne segíteni abban, hogy hogy minél inkább tudjanak tovább tanulni, minél inkább képezzik magukat? Mik azok a, azok a lépések, amit, amit meg kéne tenni, ahhoz, hogy minél több roma fiatal tudjon karriert építeni? Van egy nagy probléma, ami ellen nagyon összetett a történet, hogy hogyan tudunk küzdeni. Tehát nagyon sok fiatal, roma fiatal inkább úgy mondom, hogy egyre több roma fiatal végezel valamilyen főiskolát, szakközépiskolát, egyetemet, de egész egyszerűen a rendszer valahogy nem szívja fel őket. Én nagyon sok ilyet ismerek, millió egy példát tudnék felhozni. Eh, hogy nem veszik föl, mert roma? Vagy Igen, eh, tehát nem -hmm. nem fognak tudni elhelyezkedni. De és, akkor, és akkor jön a csalódatság, meg jön mondjuk az ő testvére, aki azt mondja, hogy én miért menjek, én miért csináljam végig azt a nehéz utat, amit ő, amikor látott, hiába végezte el ezt az egyetemet, hiába beszél ennyi nyelven, nem tud elhelyezkedni, mert, mert roma. Számos ilyen szomorú példával találkoztam a közelmúltban. Úgyhogy egyrészt azt gondolom, hogy, hogy nekünk, akiknek sikerült, vagy sikerül megvalósítani az álmainkat, Egyébként azt azért hadd mondjam el, hogy, hogy mi is nagyon sok nehézséggel találkozunk az utunkon. Csak nagyon kitartónak kell lenni. Tehát azt gondolom, hogy nekünk felelősségünk, akik eljutottunk valameddig, vagy elértünk valamit az utunkon, hogy beszéljünk arról, és megmutassuk azt, hogy, hogy, hogy kell a kitartás, nem lehet feladni, minden ajtón be kell kopogtatni. Ha, ha kidobnak az ablakon, mász be az, az ajtón, mász be az ablakon. Ez egy ilyen játék, és nem lehet feladni, nincs vége. Tehát valójában fontosabb a, a nem cigány embereknek az érzékenyítése, hogy befogadók legyenek és elfogadók legyenek, mint a, mint, mint a cigány fiataloknak a motiválása? Mind a kettő egyformán fontos. Uh -huh. Egyformán fontos. Itt ezzel csak arra akartam rávilágítani, hogy nem elég a cigány fiatalokat motiválni a tanulásra, hiszen mindaddig, amíg nincsen a többségi társadalom felől elég érzékenység a kérdés iránt, akkor nem fog a kettő találkozni. De például azt téged érdekelne a jövőre nézve, hogy ebben kivett a részed? Tehát, hogy mondjuk olyan akár politikai munkát tudjál ellátni, ami ami segít az összehangolásban, vagy pedig a, a, a képviseletben? Én igyekszem napjaimban is kivenni a részem mindenből, amiből tudok, amiből csak tudom, kiveszem a részem. Igen, csak más, hogyha van hozzá hatalmad is. Így nem, van. Nem, nem, most, nem egyenlőre, a... most egyenlőre azokon a csatornákon keresztül igyekszem, például civil, civil egyesületeken, civil kezdeményezéseken keresztül nyilván a a lehetőségeimhez mértán, mert mert mondom most egyébként is egy nagyon sajátos élethelyzetben vagyok, aminek bízom benne, hogy előbb-utóbb, nem inkább azt mondom, hogy minél hamarabb rendezni tudom a soraimat, és, és fogok tudni valóban fókuszálni kizárólag arra, amire kell, és amire érdemes. Abszolút el tudom képzelni, és sőt, tehát valamikor ez volt az eredeti cél, hogy, hogy ebben jelentős szerepet vállalni. A MeToo mozgalom szerinted mennyire hatotta a cigányságra? Tehát, hogy mennyire kezelik máshogy a nőket ö, a mai világban, mint mondjuk a MeToo előtt 5-10-15 évvel ezelőtt? Én nem tudok párhuzamot vonni a, a, a MeToo mozgalom megjelenésével, de azt gondolom, hogy a... Nem tudom, tehát, hogy a, az elmúlt évtizedben valóban történt változás, talán azt mondom, hogy a, a cigány közösségen belül is. De én nem látok összefüggést mm. és a MeToo kampány megjelenése és a cigány közösségen belüli nők helyzetének a változása között. De egyébként te magad. Jó, 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 helyre értékeled a, a nők helyzetét cigányságon belül, vagy pedig van lenne rajta javítani való, vagy, vagy mit gondolsz erről? Lenne rajta javítani való, hát ez ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a hagyományokat és a kultúrát mennyire kell reformálni, vagy nem reformálni? Nagyon sok olyan Tulajdon, nagyon sok olyan jellemzője is van egyébként a, a hagyományainknak és a kultúránknak, ami ami példaértékű. És uh, nem feltétlenül tartom azt jó dolognak, hogy mindig csak ezt emeljük ki, hogy, hogy itt a, a nők milyen elnyomásban élnek. Ingen, mert hogy, egy... mert ki... hogy egyébként van annak ám szépsége is. Tehát például a... Most ezt nem, remélem, hogy nem fogják itt félremagyarázni, de hogy hogy Alapvetően, hogyha megnézzük, akkor az olajcigány közösségen belül nagyon kevés a vállás. Tehát én az... Bo bocsánat, itt miért leőt veszek, de hogy azért is, mert hogy a, a nők elnézik a hűtlenséget, nem? A cigánságon belül. Na most igen, tehát ezt mondom, hogy ez ez, ez megint talán megérne egy másik műsort, hogy most ezt itt, ezt itt boncolgassuk, hogy hogy mit kell eltörni egy nőnek, szabad-e, tehát hogy én azt mondom, Szerinte hogy. ez nem egy másik, műsor, ez az a műsor, szerintem. ez az. A műsor. Tehát hogy nyugodtan beszéljünk erről, mert, mert szerintem ez Azért mondom, az az úgynevezett. Én, én, mint akik, akik nem közöttük nőttem föl, csak egész egyszerűen ismerem a hagyományukat, nyilván másként gondolkodom erről, és azt mondom, hogy nem szabad eltörni a hűtlenséget. Isten őrizd, hogy eltörjük a hűtlenséget. És hogy mondom, tehát hogy én, én, én valamikor a feminizmus egyik Élharcosának tartottam magam. Ez most nyilván mulatságosan hangzik, pont az én számból. De itt inkább arra próbálok rámutatni, hogy hogy meg kell, kell ezt megreformálni. Nem tudom. Nekem az a bajom ezzel a, ezzel a, a képlettel, hogy ebben a nő, Szerintem tárgyasítva van. Én azt gondolom, hogy akkor lesz ez egészséges, vagy egészségesebb, hogyha úgy neveljük a gyerekeinket, arra tanítjuk őket, hogy tisztelni kell a másikat. És egy olyan példát mutatunk nekik, hogy mindegy, hogy nő vagy, vagy férfi vagy, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ember vagy, és egy olyan erkölcs, tehát, hogy. hogy Szeretni és tisztelni tud a másikat. Ha, ha ez, ezen az elven neveljük a következő generációt, akkor nem lesz az kérdés, hogy ki kit nyom el egy házasságban, van egy párkapcsolatban. Én talán ebben látom a megoldást és a kulcsot. Igen, csak ez a mostani felnőtteket meg már kizárja ebből a változásból. Nekem ez az egyedi problémám vele, hogy, hogy jó, mint hogyha egy következő generációra megteremténék a lehetőségét, de a mostaniak, mert nincs reménykegyenek változásban. Meg kell, hogy teremtsük a lehetőséget a következő generáció számára. Azt gondolom, hogy felnőttként pedig mindenkinek ott van a döntés a kezében. És igen, el kell tudni dönteni egy, egy nőnek és egy férfinak, hogy, hogy meddig egészséges egy, egy kapcsolatban létezni. Persze, tudom, hogy ezt most könnyű, én nem mondani, és, és mindenkinek nagyon sajátos az élethelyzete, és a körülmények, és a szituációk, de ettől függetlenül azt mondom, hogy, hogy, hogy a következő generációért, a jövőért azonban a mi felelősségünk, hogy mit teszünk, és, és ezt nem lehet holnap, ezt már ma el kell kezdenünk érdekes, amit mondasz ezzel a, a, hol érdemes befejezni a kapcsolatot, és ez most cikánságtól függetlenül nagyon sok ember hisz abban, hogy, hogyha tűr és vár, és, és benne van a kapcsolatban, hogy egyébként ezt elvárja tőle valójában a, a nagy világ, akkor ez nagy változni fog, és egy csomó helyzetben nem változik, hanem talán még rosszabbá válik a dolog. Igen. Erről én is tudnék <laughs> jócskán mesélni. Um... Azonban nem tehetem. Ezt <laughs> remélem meg, 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 remélem értem. megérted, hogy A, nem abszolút tehetem. Megértem. Remélem, igen. Üm, egyébként nekem ez egy nagyon új szituáció, azt, hogy százszor meg kell gondolnom, hogy, hogy mit, mit mondhatok mit és mit nem mondhatok. Mert egyébként aki ismer, az tudja rólam, hogy egy, egy nagyon szókimondó, nagyon egyenes és nem szerettem kerülgetni a forrókását, és ott, ott most itt beszéljük meg, teregessük ki, ne seperjünk semmit sem a szőnyeg alá. Tehát alapvetően egy ilyen személyiségű ember vagyok, és most, ami így rám zuhant az elmúlt egy-két hónapban, egyszerűen meg kellett tanulnom, hogy Istenem, nem mondhatom ezt se, meg nem mondhatom azt se, meg meg kell gondolnom, hogy most akkor, ha ezt mondom, akkor abból milyen cikk lesz, és hogy úgy nem élhetek ösztönösen, nem, nem gondolok, tehát hogy már csak azt is meg kell, már azt sem mindenki, hogy mit gondolok lényegében, mert olyan eszemen dolgok történnek itt, például van ez az Instagramot, nem tudom, hogy ki lehet mondani, tehát van egy közösség. Persze, itt, bármit ki lehet mondani. Tehát, hogy, hogy, hogy van, van ez az Instagram, ami, ami nekem körülbelül 50 ismerősöm volt korábban, és akkor nyilvánosra váltott a profilom, aztán körülbelül egy-két hét azon vettem észre magam, hogy 50 ezer ember követ, és akkor az ember vállára nehezedik egy súly, hogy, hogy nyilván akkor, tehát eddig is következetesen értem az életem, és következetesen kezeltem ezeket az oldalakat, főleg mondjuk a gyerekekre való tekintettel. Na de most, hogyha kiírok egy át vagy egy bét, akkor abból cikkek születnek. Tehát, hogy, hogy, és engem ez így valamilyen szinten úgy, úgy, úgy megrémis. Tehát nekem ebben a világban meg kell tanulnom működni és létezni. Az, hogy, hogy neked 50 követőd volt eddig, ez a te döntésed volt, hogy nem nem közszerepeltél, vagy pedig ez egy közös döntés volt benne? Mert ugye azt gondolnám, hogy pont az a népszerűség, ami a, a, a férjeddel, ex-férjeddel, nem tudom, hogy minek lehet most éppen mondani, szakadt, az pont használható lett volna arra, hogy te tudjál egy ilyenfajta komolyabb attitűdöt képviselni a, a követők felé. Most már így utólag azt gondolom, hogy ez... Ez inkább az ő döntése volt. Tehát akkor, amikor benne voltunk a kapcsolatban, akkor azt mérlegeltük, hogy, hogy az az egészséges, ha, ha magánéletünket nagyon privátan kezeljük. És ehhez az kellett, hogy... Még ezt annyira pirátan kezeltétek, hogy bár én nem vagyok nagy rajongó, és nem, nem, nem a zenéjét ilyen nappal, de én is tudtam, hogy neki van feleséget. Ezt, ez annyira pirátan kezeltétek, hogy nem volt. Ezt, 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 nagyon sokáig sérelmeztem. Például a, a, a gyerekeink születése előtt én soha sehol nem voltam felvállalva, pedig akkor már évek óta akkor már megkérte a kezem. Én, én, engem ez nagyon bántott nagyon sokáig, de betudtam annak, hogy, hogy ő mindig azzal magyarázta, hogy tehát ugye egy ismert ember, aki abból él, hogy rajonganak érte a fiatal nők és lányok, úgyhogy nem fér bele azt, hogy felvállalja, hogy van egy párkapcsolata. kapcsolata. Aztán, mikor már megszületett a kislányom, akkor azért azért már mondtam, hogy legalább, legalább már vállaljuk Na, majd fel, hogy... Jelet adjunk annak, hogy nem teljesen szabad a préda. Igen. <laughs> igen. és akkor úgy nagyon finoman, óvatosan, de tehát valójában én is azt gondoltam, hogy ezt privátan kell kezelni. Azt azért annyira, most már egy utólag úgy értékelem, hogy, hogy én, hogy én nagyon tudatosan el voltam ebben a, ebben a kapcsolatban, így úgy úgymond nyomva. Lehet, lehet, hogy túl erős ez a kifejezés, de hogy, hogy azt hiszem, hogy ezt lehetett volna egy kicsit. Tehát, hogy, hogy a visszajára fordult, már azt, azt kezdtem érezni, hogy, hogy, hogy nem büszke rám, vagy a családunkra és valamiért biztosan megfogalmazódott benne. Szerintem nem erről volt egyébként szó valójában. Talán, talán, ezt a gondolatot az igazolja, hogy most pedig teljesen másként. Tehát, hogy, hogy másként éli, másként éli. Pont a totális ellentétét képviseli annak, amit, 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 amit akkor együtt képviseltünk. Énként, amikor te ismerkedtél férfiakkal, nyilván a házasságjelzetre gondolok, nem a mostani időszakra. Neked mi volt a fontos egy férfi benn, vagy mi volt, a, mi volt az, ami ami neked igazán megragadó volt egy férfiben? Um, az, hogy közösen lehet, tehát tudjunk közösen gondolkodni, tervezni a megbízhatóság. Én, én nem vagyok egy, egy párkapcsolat függő ember. Soha nem is voltam az. Most mondhatnék ilyet, hogy legyen homoros, legyen kedves, legyen érzékeny. Hát most sorolhatnék itt sok mindent, hogy, hogy, hogy mit kerestem. Valójában annyira el voltam foglalva mindig a saját kis világommal, életemmel, álmaimmal, törekvéseimmel, hogy... Ez azért kérdeztem tőled, mert hogy senkit nem akarok a munkája miatt megbélyegezni semmit, csak hogy te egy, egy nagyon komoly, felelősségteljes végzettsége rendelkezel, és azt gondolná az ember, hogy a, a saját világodból választasz magadnak párt, és az, hogy, hogy a zeneiparból választottam magadnak párt, ez egy ilyen érdekes döntés De... ilyen szempontból. Ezen és mondom, mindenki ez... meglepődött. De mondom, semmi lenézés, nincs benne semmi, csak hogy fura, hogy nem abból a középből választottál magadnak, ahol ahol te léteztél. Van értelme ezt már boncolgatni? Nincs, abszolút. Csak volt azért voltam <laughs> kíváncsi, <laughs> mi, mi, privát mi, mi, beszélgetésben nagyon szívesen okay. elmesélem neked, de, de a szívemre mindig egy olyan nő ember voltam, aki a, a szívére és a megérzéseire hallgatott. És tehát olyan nagyot azt gondolom nem tévedhettem, hiszen szület, született két csodálatos gyermekem, és elmondhatom azt magamról, hogy valaki olyannak szültem meg ezt a két gyereket, akit végtelen szerelemmel és szeretettel és odaadással szerettem. Ez legfontosabb ebben az egészben. Um. Meg kell kérdeznem, mert hát végül is ö, ö, a jelen helyzetben elég magas fokú a készültség így egész világ szintjén, és a te szakirányodnak ö, vagy a te szakirányodba beilleszkedő a, a jelenlegi ö, politikai helyzet nemzetközi szinten. Ö, te mit látsz ö, így az orosz ukrán ö, konfliktus kapcsán? Mi az, amit te így ö, ö, vizionálsz? Hát először is azt szeretném hozzáfőzni, hogy igen. Tehát, hogy, hogy egy, egy, egy kicsit szégyenlek is azt, hogy most itt beszélek a saját sérelmeimről, vagy, vagy gondjaimról, miközben ilyen szörnyűségek történnek, nem is olyan messze, néhány száz kilométerre tőlünk. Tehát, hogy vannak olyan szomorú történetek jelenleg körülöttünk, amiről sokkal érdemesebb beszélni, mint sem, hogy mi történik egy két gyerekes anyukának a magánéletével. Nekem a személyes véleményem az az, hogy nem kell tartanunk atomháborútól, de hogy abszolút át fognak rendeződni a hatalmi viszonyok itt közel-kelet-európában, az egészen biztos. De mi felé, tehát hogy Oroszország nagyobb figyelmet fog kapni, vagy nagyobb jelentőséget fog kapni, vagy pont ellenkezőleg? Én bízom benne, hogy ellenkezőleg fog alakulni a, a, a történet. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb Európai Uniós tagságot fog nyerni Ukrajna, vagy erre fogunk most, berendezkedni. Beszélgetünk, akkor az állapot van, hogy kérték a gyorsított eljárást Így van. Ukrajna részéről. Ugye aláírták a csatlakozási kérelmet, és egy gyorsított eljárás kérnek. Azt mondom, hogy nyolc ország igen, igen, támogatja ezt. Beszéltünk. Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy ez, ez meg fog valósulni. A gyorsított eljárásban fog megvalósulni szerintem? Ha nem is gyorsított eljárásban, de, de a közeljövőben mindenképpen. Tehát ez, egy, ez, nem marad egy nyitott kérdés. És ebben mindenkinek álláspontot, tehát mind, a, a nemzetközi közösségnek minél hamarabb álláspontot kell mindenkinek foglalni. Azt, hogy a NATO tehát, é, ö, miként fog reagálni az eseményekre, szerintem a jelenlegi álláspontját a végletekig tartani fogja, mi szerint nem akar beavatkozni. Azt, hogy a háttérben miként avatkozik be, az már megint csak egy másik kérdés. Azt látom most egyébként világszinten, hogy úgy tűnik, hogy Putyin egy maradt ezzel a, ezzel, a, az egész álláspont, amit ő képvisel. Mondták, hogy Kína talán hozzá fog majd csapódni, és már segíti. Most úgy tűnik, hogy Kína sem segíti az ő előretörését. És nekem nagyon úgy tűnik, hogy az egész világ vele szemben fordulva azt fogja elérni, hogy, hogy ez egy ilyen precedens értéki ügy, és soha többet ne lehetősége egy Putyinhoz hasonló politikusnak arra, hogy ilyen fenyegetettségnek tegye ki a világot és zsarolja a többi világvezetőit. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez a, ez a jelenlegi, jelenlegi küldetése a világ többi országának. Igen, nyilván vannak olyan nagy szerep, hatalmi szereplők, akik ezt uh, meglovagolják, ezt a történetet, meg is kell, és én bízom benne, hogy, hogy ez így is fog alakulni, mint ahogy azt te most elmondtad, hogy nem lesz. Tehát hogy ez egy precedens értékű történet lesz. Nyilván egyébként itt pont a, a, az interjú előtt beszélgettünk már arról, hogy ugye ez nem egy új keletű dolog, hogy, hogy most uh, Ukrajna és Oroszország között jelenleg háború folyik. Úgyhogy én bízom benne, hogy mondhatok ilyet, hogy most már Putyinnak a utolsó időszaka van? Az utolsó ládozóban van a hatalma. Málni, köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy tudtunk beszélgetni egy ilyen fontos témáról. Köszönöm szépen. És kívánom a... neked, hogy, hogy, ezt te tud akár munkaszintjén is végezni, mert szerintem abszolút hozzád illő dolog. És hát kívánom azt is, hogy ezt a feminista énedet ezt fel, fel tud éleszteni, és és újra ezzel a, ezzel a hévvel tud élni az életedet a jövőben. Nagyon-nagyon köszönöm, köszönöm a meghívást, hogy gondoltál rám, és még egyszer tényleg annyit szeretnék így a, a, a nézőknek üzenni, hogy, hogy nagyon fontos a, a nyitottság, a kellő nyitottság minden más kultúra iránt, nem csak a roma hagyományok és kultúra iránt, hanem legyünk, legyünk nagyon nyitottak és elfogadóak minden kisebbséggel vagy közösséggel szemben. Még egyiket neked egy könyvet a regényém közül. Ez egy politikai témájú, vagy hát egy politikai közegben játszódó könyv, ezért gondolom, hogy hátra érdekes nagyon lehet köszönöm. nagyon neked. Köszönöm, nagyon Ismerkedj még a, a művészetemben, hogy köszönöm. lehet ezt így mondani. Mindenképpen, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltam, Eleni. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót, szólj hozzá, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, illetve hát kövess a különböző social media platformokon.